Mikor adod már ide? Egy évvel később. Mikor adod már ide? Mikor adod már ide? Ha még tízszer megkérdezed, akkor sem fogom odaadni. Tudod, hogy milyen idegesítő vagy, amióta itt laksz? Tudod, hogy milyen idegesítő, hogy folyton ezt kérdezed? Aj, akkor válaszol, hogy mikor adod végre ide? Majd. Ez mi ez az űrhajós film, vagy nem is tudom, mi ez a film? Én sem tudom. Ha nem tudjátok, akkor jó lenne, ha végre most már én is nézenném azt a nyomat tévét. Jól van, mindjárt nézheted. Azaz mikor? Mindjárt kezdődik a kedvenc sorozatom. Nem kéne itt hívni a lányokat. Nem, inkább hadd nézem én is azt a rohadt tévét. Jól van, akkor nézed. Köszönöm. Na, nem kéne áthívni a gyerekeket. Jaj, már felnőttek, már nem kell állandóan áthívni őket. Na mindegy, én azért átmegyek. Ne menj már át. Már lassan ott tartunk, hogy már az összes gyerek elköltözik. És most már mi nem fogunk annyira szükségesek lenni. De még fiatalok vagyunk, még azért nekünk is kijár ez. Jól van, akkor menjél. Ki a fene csenget? Szia. Apa, el tudnál menni? Ó, miért? Mi a baj? Mondjuk az, hogy minden egyes nap le akarsz jönni hozzánk. Mikor lesz már végre békém? És mikor veszed le végre ezt a hasporót? Nagyon rosszul néz ki. Nem veszem le, nem vagyok már a pici kicsi lánya. Vedd le most azonnal. Hát már nem elég, hogy a tesó se adja ide a számítógépet, vagy no, a laptopot már. Te se hagysz békém. De ezt nem hiszem el, ezt egyszerűen nem hiszem el. Már úgy ordibál velem, mint a legalábbis nem is jelennék az apja. Mondtam, már nagyobbak. Aj, Istenem. Aj, akkor ide adunk. Nem várik be a cuki pofa. Aj, a francba. Mikor adod már végre azt ide? Te nyit a sajtót. Én nem nyitok most, nem látod, hogy éppen fontos munkám van? Nem érdekel, te nyit a sajtót. Nem, te fogod kinyitni. Hát én biztos nem nyitom ki. Na mindegy, én inkább be is megyek szerintem zuhanyozni. Hú, hogy mindig nekem kell kinyitnom az ajtót. Ez az. Hú, és most persze elveszed a laptopot. És most már nem fogom visszaadni, és most 2 órán keresztül nálam lesz. Tudnál esetleg idegesítőbb lenni, csak egy fokkal? Igen. Anya? Hello. Már tudom, eltelt jó pár év, amióta utoljára találkoztunk, de most tudod, az van, hogy amikor elmentetek, akkor én utána egy évvel később találtam egy milliárdos pasit, akivel tök jól el voltunk, aztán hirtelen szakítottunk, még most, egy éve, és most nagyon rosszul vannak a pénzes dolgok, tudnátok egy kicsit segíteni? Besóra, tudnád rakni a laptopot? Persze, még 2 óráig az enyém, aztán majd a tiéd. Nem, itt van már megint ez a baromállat. Mi? Nem el így beszélni anyukáddal? Itt van ez a baromállat, aki kilökött minket 5 éves korunkba. Nem hiszek neked. Na, gyere már. Áú, hagyjál már, Istenem. Még mindig nálam van. Ó, szia, kincsem. Tudod, arra gondoltam, hogy költözhetnél. Nem. Nem költözök hozzád, ezzel már egy kicsit elkéstél. Még mondjuk néhány évvel ezelőtt, hogyha mondjuk nem hajítottál volna ki, és nem takarítottál volna állandóan, akkor még lehet, hogy veled laktam volna, de most így már teljesen más. Bocsánat, nem akartam. Egyáltalán nem akartam. Te csak hagyjál minket békén. Menjél csak az utadra a milliárdos kis pasiddal. De már szakítottunk, akkor jöjj vele újra össze. De minket most már többször nem fogsz meggyőzni. Csak úgy szólok, hogyha még 10-szer benyitsz ide, akkor is ugyanez lesz a válaszunk. Viszont látásra, és további szép napod, kedves Ibolya. Anyukád vagyok, nem Ibolya! További 2 órára az enyém a laptop. Aj, nem hiszlek el. Te nézhetem legalább? Nem. Igen, mert biztos Balázsdal irogatsz. Fogd be! Biztosan gondolkoztok már, hogy mikor fogtok utoljára lefeküdni az ágyba. Fogd már be! Vagy talán már azon gondolkoztok, hogy mikor házasodtok össze? Nem akarunk összeházasodni. Persze, kötve hiszem. Fú, Istenem!
legalább arra a 2 órára tudnád valamivel elfoglalni magad. Az nem fog menni. Nos, hát menjünk aludni. Jól van. És reggel enyém a számítógépen, laptop, bocsánat. Nem, az enyém, mert még nem telt el 2 óra. Persze, nem telt el 2 óra, éppen 2 óra telt el. És hogy reggelre 2 órára az enyém. Nem veszünk 2 laptopot? Hát vehetünk, de nem én veszek. Én vettem meg azt, az enyém még mindig a laptop. Aj, aludjunk, jó? Aj, oké. Na, most már lefeküdjünk le. Jól van, feküdjünk. Most már ne nézd a sorozatot. Miért mindig a legjobbkor kell szólni? Holnap neked is kell menni iskolába. Holnap neked is kell menni iskolába. Fú, utálom a sulit. Igen, nekem kell lekapcsolni a villanyokat. A gyerek még apának nem lehet lekapcsolni a villanyokat. Hát miért is lehetne lekapcsolni a villanyokat? Én csak kis csicska vagyok, akit csak néha-néha engednek a tévéhez. Igen. Kim, feküdj le. Elnézést kérek, bocsánat, kedves királyfi és kedves királynő, hogy lekapcsoltam a villanyokat, de nektek biztos nem jut eszetekbe, mert hogy már annyira kis lusták vagytok. Lehet, hogy inkább én is átköltözök Lucához, meg Júliához, ők egyébként is sokkal normálisabbak, mint ti vagytok, nem csak csicskáztatnak. Kicsi, nem csak csicskáztatunk. De igen. Hát, ha nem akartok hozzám jönni, akkor erőszakkal fogom. És Luca, most előről fogjuk kezdeni. Egy gyerekkoromban. Elfelejtett. Na jó, most gyere szépen. Reggel. Hol vagyok? Júlia? Júlia? Bolya! Szia kislányom! Jó reggel! Milyen szépeket álmodtál! Tökölj meg! Ó, nem mondj ilyen utaságokat, mert szobafogságot fogsz kapni. Most komolyan? Úgy kezelsz, mint egy 5 éves? Feltek neked új játékokat is. Anyu, megkibantál, vagy mi bajod van? Csak újra szeretném kezdeni, tudod. Úgy, hogy úgy viselkedsz vele, mint egy 5 éves? Ez most komoly? Hát nem is tudom, csak szeretném... Hogyha megint minden olyan rendben, mint rég. Amikor mindig feltakarítok, úgyhogy mindig szétsz, úgyhogy mindig azzal fenyegetsz, hogy mondjuk kihajítasz a házból, mondjuk most már örülnék is neki, de mindegy. Na jó, figyelj, tudom, hogy hol vagyunk. Azt hiszed, hülye vagyok, megyek haza. Hát akkor menjél nyugodtan. Pápá, akkor majd várlak vissza szeretettel. Oké, én meg nem. Hol van az a rohadt kulcs? Ó, már is visszajöttél. Hol van az a rohadt kulcs? De gyors voltál, szeretnél egy kis spagettit? Hol van az a rohadt kulcs? Nem kérdezem még egyszer. Ó, szeretnél esetleg egy csirkét, amit Júliának vettem? Hol van? Hát, meglátjuk talán majd. Vagy néhány év után, mikor kibékülünk, ha kibékültünk, akkor elengedlek. Hagyjál békén! Ez meg mi volt? Ezt azért kaptad, mert rosszul bántál velem. Ó, igazán? Akkor birkózni szeretnél? Én már 5 éves korom óta judóra járok, és összesen 12 éves koromban fejeztem be. Ó, az nagyon szuper, mert nem verekedni szeretnék, hanem kibékülni szeretnék veled. Ó, hát akkor miért nem ezt mondtad legelején? Úgyhogy szépen békén hagyjuk egymást, és mint az elmúlt pár évben, te itt laksz, és itt fogsz posadni egyedül a kis szupergazdag pasiddal, mert eddig soha nem jutott eszedbe, hogy vissza kéne jönnöd, amíg ott volt a szupermilliárdos pasid, de most meg bezzeg, egyben ez az első, ahogy most már tudod, hogy most már kicsit szegényebb leszel, így hirtelen eszembe jutottál. Ez hogy lehet? Kezd elfogyni a türelmem. Hát fogjon is el, nyugodtan. Nyugodtan küldjél ki a házból, mint a régi szép időkben. Nem azt fogom csinálni. Mit csinálsz? Inkább egy sokkal fájdalmasabb útra térek. Anya! Na, így fogod végezni egy másik életben is, ha nem fogadsz nekem szót. Luca? Luca nincs is itt, szuper. Na mindegy, akkor legalább enyém a laptop. És megnézem legalább, miket írogattak Balázsra.
csörög a telefon. Ki hív vajon? Hello? Maga Lucas testvére? Igen, én vagyok az. Most találtuk meg, vagyis hát éppen nem most. De éppen most próbáljuk rendbe hozni a testvérét. Tessék? Mi az, hogy rendbe hozni? Eddig is rendben volt. Ó, szóval nem tudja. Hát valószínűleg kilökték egy erkélyen. Nagyon nagy szerencséje volt, hogy túlélte, mert szerencsére a kukászsákok közé esett, és így nem annyira súlyos lett, így is súlyos lett a balesete, de így nem olyan súlyos, mint amilyen lett volna. Szóval nagy szerencséje volt, hogy túlélte. Micsoda? De kirakta le? Azt még nem tudjuk. De csak annyit tudunk, hogy most a kórházban van, és elég rossz állapotban van. De annyit tudunk, hogy már ezt túl fogja élni, tehát nem kell annyira a kórházba lennie. Micsoda? Nagyon sajnálom, hogy ezt így tőlem kell megtudnia, de az a helyzet, hogy muszáj volt felhívnunk. Jól van, azonnal megyek a családommal. Viszontlátásra. Jó, mi a szar ez? Kit csenget ilyenkor? Ó, hát hello, Júlia, mi az? Hívd most azonnal a többieket. Milyen többieket? Jól tudod? Ja. Liza, jó reggelt. Mi van? Júli akar valamit mondani, csak még felkeltem anyádat is. Édesem. Jó reggelt. Júli akar valamit mondani. Mert annyira fontos. Hát fontosnak tűnik. Hát most hittak fel a kórházból, hogy kórházba vitték Lucát. Tessék, és súlyos balesete lett. Hát azt mondták, szerencséje volt, hogy nem halt bele. Mi van? Most azonnal menjünk a kórházba. De jó ég, mi történt vele? Nem, azt mondják, leesett az erkélyről, de melyik erkélyről? Nincs erkélyünk. Hát mindegy, az, hogy a rendőrség kideríti, most inkább a lényegesebb dolgokkal törődjünk. Atya úristen, mi történt? Nem tudom. Sziasztok, kihez jöttetek látogatóba? Vagy biztosan látogatók vagytok. Hát, Luca a neve. Ja, igen, éppen most végeztünk néhány műtéttel meg. De tudják mit, ez most nem annyira fontos, nyugodtan menjenek, most már elvileg jól van. Jó napot kívánok! Jöttünk megnézni a testvéremet. Ó, igen, jól van, nyugodtan. Most egy órájuk van, hogy tudjanak vele lenni. Luca, ébredj! Hol vagyok? Hát jól vagy. Azt mondják, hogy leestél az erkélyről. De melyik erkélyről? Tudnál picit hangosabban beszélni? Nem nagyon értelek. De melyik erkélyről? Hát nem tudom. Ne sürgesd. Most az a lényeg, hogy jobban vagy. Majd, hogyha jobban leszel, akkor majd remélem, el tudod mondani, hogy mi történt, vagy hogy. Jól van, szerintem most egy kicsit hagyjuk. Jól vagyok. Mindegy, az a lényeg, hogy jól van.